Ötödik könyv, első fejezet. Abbas Beáti Martin, Szent Márton apátja. Dom Claude hírneve messze földre eljutott. Ennek a hírnévnek, körülbelül akkoriban, amikor a bozsői hercegnőtől megtagadta a találkozót, olyan látogatást köszönhetett, amelyet azután is sokáig megőrzött emlékezetében. Egy este történt. Papi feladatainak végeztével röviddel előbb vonult vissza a Notre Dame kolostorában levő cellájába, amely mindenben megfelelt a kánoni előírásoknak. Nem volt ott semmi furcsaság vagy rejtelem. Legfeljebb néhány üvegcse a sarokban, és bennük valami meglehetősen gyanús por, amely feltűnően emlékeztetett a puskaporra. Egy-két felirás állt a falon, ám de kiváló szerzők írásából merített, tisztára tudományos vagy vallásos aranymondás volt valamennyi. A főesperes a háromcsőrű rézlámpás fényénél éppen letelepedett kéziratokkal telerakott hatalmas polcos szekrénye elé, könyökével Autini honorius de predestatione et libero arbitrio, az eleve elrendelésről és a szabad akaratról című kötetének nyitott lapjára támaszkodott, és mélyen eltűnődve lapozgatott abban az ívrét alakú nyomtatott könyvben, amelyet magával hozott. Ez volt egyébként a könyvnyomtatás egyetlen terméke Claude Frollo cellájában. Javában álmodozott, amikor valaki megkocogtatta az ajtaját. Ki az? Kiáltott a tudós, és hangja semmivel sem volt barátságosabb, mint a kutyájé, amelyet elzavartak a csontja mellől. Kintről ezt válaszolta egy hang, barátja, Jacques Coistier. A főesperes felállt, és ajtót nyitott. Csak ugyan a király orvosa állt ott, 50 év körüli személyiség, akinek rideg arckifejezését csak ravaszkás tekintete enyhítette. Egy férfi volt a társaságában. Mind a ketten hosszú, palaszínű, mókusprémmel bélelt, végig zárt, öves köpenyt viseltek. Fövegük is hasonló anyagból készült, és egyforma színű volt. Kezüket elfette a hosszú kabátúj, lábukat a köpeny, szemüket a föveg takarta. Isten a tanúm, nagyságos uraim, szólt a főesperes, miközben bevezette szobájába a jövevényeket. Nem számítottam ilyen megtisztelő látogatásra ebben a késői órában. Udvarias modorban beszélt, de tekintetét nyugtalanul fürkészve jártatta az orvoson és kísérőjén. Soha sem lehet olyan késő, hogy ne legyen érdemes meglátogatni egy olyan nagy tekintélyű tudóst, amin ő Dom Claude Frollo de Tirschap, válaszolta Coistier doktor, akinek Franchem Comté kiejtése olyan fenségesen hosszúra nyújtott minden mondatot, akár a ruhát az uszály. Ekkor aztán az orvos és a főesperes között a féle nyájaskodó párbeszéd kezdődött, amely a kor szokása szerint a tudós férfiak társalgásának mindenkori bevezetéséül szolgált, de korán sem akadályozta meg, hogy a tudósok a világ legszívélyesebb módján szívből ne utálják egymást. Na, egyébként manapság is így van ez. Az egymásnak bókoló tudósok ajka mézes epével telt edény. Claude Frollo tiszteletadása Jacques Coistier iránt főként azokat a földi javakat illette, amelyeket az érdemes orvos a király betegségeiből csiholt ki sokak által irigyelt pályafutása során. Különb és megbízhatóbb alkímiai művelet volt ez, mint a bölcsek kövét keresni. Nagy örömmel hallom, Coistier doktor uram, hogy unoka öcsét, főtisztelendő Pierre Verzé uramat püspökké nevezték ki, ugyebár Amiens püspöki székét foglalta el. Úgy van, főesperes uram, Isten kegyelméből és irgalmából. Tudja-e, elnök úr,
hogy roppantul tekintélyesen festett karácsonykor a számszéki tanács élén. Csak alelnök vagyok, Dom Claude, sajnos semmivel se több. Hogy halad a munka azon a csodálatos házán, a Saint-André-de-Arch utcában? Ez a palota valósággal a második Louvre. Különösen mulatságos ez a szójáték, ez nagyon tetszik nekem a kapu fölött. Megszolgálta lak. Sajnos Claude magiszter, a kőműves munka igen drága. A ház felépül, én meg tönkre megyek. Ó, mintha nem önnek járna a bírósági palota minden börtöndíja és törvénykezési illetéke, meg az összes házak, mészárszékek, piaci bódék és műhelyek bére a városfalon innen. Jól tejelő fejős tehén ám mindegyik. A Poissy várbírói tisztség idén egy garascse jövedelmezett. De a Triéli, Saint-Jean-i és a Saint-Germain-en-Lay kövezett vám még mindig jócskán hoz a konyhára. 120 livre volt az egész bevételem, és még csak nem is párizsi pénzben. Na de egy azonban kétségtelen, ön a király tanácshatója. Igaza van, Claude kollégám, hanem az az átkozott Poligny uradalom, amelyről annyi szó esik, átlagosan számítva nem jövedelmez többet évi 60 aranytallérnál. Az udvaria szólamokba, amelyeket Claude főesperes Jacques Coictierhez intézett, alattomban bizonyos gúnyos, kesernyés és csúfondáros mellékzönge keveredett. Egy magasabb rendű, de amellett boldogtalan lény szomorú és kegyetlen mosolygása volt ez. Egy percnyi szórakoztató játék egy közönséges ember zsíros jómódjával. A másik azonban mindebből nem vett észre semmit. Lelkemre mondom, szólt végül Claude, és megszorította a látogatója kezét, boldog vagyok, hogy ilyen pompás színben láthatom. Köszönöm, Claude magiszter. Igaz is, kiáltott fel Dom Claude, hogy érzi magát királyi betege? Sovány fizetést ad az orvosának, felelte a doktor, és oldalvást kísérőjére kacsintott. Úgy találja, Coictier komám, kérdezte az orvos kísérője. Szavaiból meglepetés és szemrehányás csendült ki. A főesperes figyelme most az ismeretlen személyiség felé fordult. Ám bár amióta az idegen átlépte a cella küszöbét, voltak éppen egy pillanatra sem feledkezett meg róla teljesen. Fogadni is csak azért volt hajlandó, mert Jacques Coictier doktor kíséretében érkezett, már pedig 11. Lajos mindenható orvosával ezer okból is tanácsos volt tapintatosan bánni. Claude arca nem valami nagy szívélyességet árult el, amikor Jacques Coictier így szólt hozzá. Igaz is, Dom Claude, elhoztam egy kartársunkat, a kegyelmet hírneve vonzotta ide. Uraságot tudománnyal foglalkozik? Kérdezte a főesperes átható tekintetét Coictier kísérőjére szegezve. Az ismeretlen hasonló szúró és gyanakvó pillantással fogadta szemöldöke alól Claude Frollo tekintetét. A lámpa gyér világánál az idegen amolyan 60 év körüli középtermetű, meglehetősen beteges és törődött aggasztjának látszott. Kispolgárias arcvonásain valami fensőbséges szigor uralkodott, tekintete pedig úgy villogott a mély szemöldökív alatt, mint láng egy barlang mélyén. Lehajtott szélű fövege orráig eltakarta az arcát, lángelmére valló homloka mögött nagy tervek gomolygását érezte meg a szemlélő. Ezúttal ő maga válaszolt a főesperes kérdésére. Főtisztelendő magiszter, szólalt meg komoly hangon, az ön hírneve hozzám is eljutott, és elhatároztam, hogy egyben másban tanácsát kérem. Csak amolyan szegény vidéki nemes ember vagyok, aki leveti saruit, ha a tudósok hajlékába lép.
Szeretném, ha tudnák, ki vagyok. Túri Koma a nevem. Fura egy név. Nem illik nemes emberhez, gondolta magában a főesperes. Mégis úgy érezte, hogy valami fontos és komoly dolog az, amivel most szembe találkozott. Magasrendű értelme ösztönösen megsejtette vele, hogy a Túri Koma prémes fövege alatt az övéhez méltó értelem lakozik. És amíg a látogató jelentékeny arcát szemlélte, mogorva vonásairól, ahogyan az éjszakai láthatáron csendesen kihunynak az alkonyi fények, lassanként lehervadt az a gúnyos, támadó mosoly, amelyet Jacques Coictier jelenléte idézett elő rajta. Komoran, szótlanul ült vissza széles karosszékébe, könyöke megtalálta szokott helyét az asztalon, homlokát ismét tenyerébe támasztotta. Egy-két pillanatig gondolataiba mélyedt, majd intett látogatóinak, hogy üljenek le. Aztán a Túri Komához fordult. Kegyelmet tanácsért fordul hozzám, tisztelt magiszterem, milyen tudomány ágban óhajt felvilágosítást. Beteg vagyok, főtisztelendő atyám, felelte a Túri Koma, súlyos beteg. Kegyelmed nagy Eszkulápiusz hírében áll. Eljöttem hát, hogy orvosi tanácsot kérjek. Orvosi tanácsot, ismételte a főesperes fejét csóválva. Úgy tetszett, mintha egy percig gondolkoznék. Azután így folytatta. Túri Koma, így szólítom, ha már így hívják, nézzen hátra. A válaszom ott áll, a falon. A Túri Koma engedelmeskedett, ezt a falba vésett feliratot pillantotta meg a feje fölött. Az orvostudomány az álmok szülötte, Jamblikhosz. Jamblikhosz második században élt görög regényíró. Coictier doktor már társa kérdését is kedvetlenül fogadta, Dom Claude válaszára pedig még inkább elfogta a bosszúság. Odahajolt a Túri Komához, és halkan, hogy a főesperes meg ne hallja, essúgta a fülébe. Megmondtam jó előre, hogy bolond, de kegyelmet mégis találkozni akart vele. Könnyen lehet, Jacques doktor, hogy ennek a bolondnak igaza van, felelte ugyanolyan halkan keserű mosolyjal a Koma. Ahogy tetszik, válaszolta Coictier szárazon. Azután a főespereshez fordult. Túlságosan, gyorsan ítél Dom Claude, és Hippokrátészt annyiba se veszi, mint majom a magyarót. Hippokrátész időszámításunk előtti 5. században élt az ókor nagy orvosa. Azt állítja, hogy az orvostudomány merő álmodozás. Azt hiszem, ha a gyógyszerészek és az orvosdoktorok hallanák ezt, nehezen állnák meg, hogy meg ne kövezzék. Kegyelme tehát tagadja a gyógynedvek hatását a vérre, és a balzsamok hatását a húsra. Kétségbe vonja, hogy a virágok és fémek örök patikáját, vagyis magát a világot, egyenesen az örök beteg, más szóval az ember hasznára teremtette a mindenható. Nem tagadom én sem a gyógyszereket, sem a betegeket, felelte idegen Dom Claude. Csak az orvosokban nem hiszek. Ez szerint az sem igaz, kérdezte hevesen Coictier, hogy a köszvény nem más, mint belső sömör, hogy a lőtt seb a sült egér flastromtól gyógyul leginkább, és hogy a megfelelő módon átömlesztett fiatal vér megfiatalítja az elpegyhütt ereket. Sőt, talán még az sem igaz, hogy 2×2=4, és hogy az opisztotonoszt nyomon követi az emprostotonosz. Opisztotonosz és emprostotonosz görögül van hátrafelé, illetve előre húzó görcs. A főesperes nyugodtan válaszolt. Bizonyos dolgokról megvan a magam véleménye. Coictier elvörösödött a dűtől. No, ne tüzeskedjünk, kedves jó Coictier, szólt közbe a Túri Koma, hiszen a főesperes úr jó barátunk. Coictier lecsillapodott és halkan mormolta maga elé, de azért mégiscsak bolond.
Az áldóját, Claude magister, folytatta a túrikoma némi hallgatás után. Kegyelmed aztán igazán kényes helyzetbe hozott. Két tanácsot is akartam kérni, egyet az egészségem, egyet pedig a szerencse csillagom dolgában. Ha csupán ez volt a szándéka, uram, felelte a főesperes, akkor kár volt a lépcsőjárással fárasztania magát. Nem hiszek az orvostudományban és a csillagjóslásban sem. Ennyi, mondta meghökkenten a koma. Quartier erőltetetten nevetett. Láthatja, hogy igazán bolond, súgta oda a túrikomának. Nem hisz, nem hisz az asztrológiában. Nem hiszek az asztrológiában, folytatta Dom Claude, amely módot ad arra az elképzelésre, hogy minden csillagsugár egy-egy fonál, amely az ember fejére hurkolódik. Miben hisz hát? Kiáltott fel a túrikoma. A főesperes előbb töprengve hallgatott, azután sötét mosoly ült ki az ajkára, szinte meghazudtolva ezt a választ. Credo in Deum. Hiszek Istenben. Dominum nostrum. A mi urunkban, tette hozzá a túrikoma, és keresztet vetett. Ámen, mondta rá Quartier. Főtisztelendő magiszter, vette át ismét a szót a koma. Örül a lelkem e mély vallásosság láttára. Tehát kegyelmed nagy tudós létére már odáig jutott, hogy nem hisz a tudományban. Nem, felelte a főesperes és megragadta a túrikoma karját. Fénytelen szemében ihletett elragadtatást tüzelobbant fel. Nem, nem tagadom a tudományt. Nem azért kúsztam oly sokáig, négy kézláb, körmemet a földbe vájva, ama barlang ezernyi elágazásán keresztül, hogy a távolban, a sötét folyosó végén meg ne pillantsam magam előtt azt a fényt, azt a lángot, azt a nem is tudom miféle csillogást, amely bizonyosan abból a szemkápráztatóan világos központi vegykonyhából szűrődött ki, ahol a türelmesek és a bölcsek magát az Isten fürkészték ki váratlanul. Tehát végre is, vágott a szavába a túriember, mit tart kegyelmet biztosnak és igaznak? Az alkímiát. Quartier tiltakozva kiáltott fel. Devin, Getté, Dom, Claude! Az alkímiában is van igazság, de hát miért kell az orvostudományt és az asztrológiát ócsárolnia? A kegyelmetek tudománya az emberről semmiség. A kegyelmetek tudománya az égről semmiség, felelte a főesperes felsőbségesen. Ha, most aztán jól megadta Epidaurosznak és Káldeának, kacagott gúnyosan az orvos. Epidaurosz és Káldea csillag józsdáikról nevezetes ókori városok. Ide figyeljem, nagy tudományú Jacques uram. Őszintén beszélek. Nem én vagyok a király orvosa, és ő felsége nem az én rendelkezésemre bocsátotta a Dédalusz kertet, hogy onnan a csillagok állását vizsgáljam. Ne haragudjék rám, és hallgasson meg. Milyen igazságot vont le kegyelmed nem az orvostudományból, mert az túlságosan is hóbortos dolog, hanem az asztrológiából. Mondja meg, mire való a függőleges busztrofédon, és mi haszna a zíruf számnak, meg a zefíron számnak? Busztrofédon barázda írás a görögök legrégibb, jobbra-balra forduló írásmódja. Kegyelmet tehát kétségbe vonja Salamon kulcsának benső vonzásán alapuló erejét és mindazt, amit ebből származtat a kabalisztika. Tévedés, Jacques uram! Az önök formulái közül egyik sem jut el az igazságig. Az alkímiának ellenben számos felfedezése van. Ezeket az eredményeket gondolom kegyelmet sem vitathatja el. A föld mélyébe zárt jég
Ezer esztendő alatt hegyi kristállyá alakul át. Minden fém őse az ólom, mert az arany nem fém, az arany maga a világosság. Az ólomnak mindössze 4-200-200 éves időszakaszra van szüksége, hogy eredeti állapotából fokról fokra vörös arzenikummá, vörös arzenikumból ónná, ónból pedig ezüsté változzék. Na, tények ezek igen vagy nem? De Salamon kulcsában hinni, az egyetemes érintő vonalban, vagy a csillagokban, ez ugyanolyan nevetséges dolog, mint Grand Châté lakóinak módjára azt gondolni, hogy a sárgarikó vakondokká és a búzaszem valami pontyféle hallá változhatik. Én tanulmányoztam a hermetikát, kiáltott a Quatier, és azt állítom, de a neki hevült főesperes nem hagyta, hogy befejezze mondatát. Én pedig tanulmányoztam az orvostudományt, az asztrológiát és a hermetikát. Az igazság itt van, ebben az üvegben, szólt, és a ládáról egy kis üvegcsét kapott fel, színültig tele azzal a porral, amelyről az imént már megemlékeztünk. Ebben, csak is ebben rejtőzik a világosság. Hippokrátész, ábránt, Uránia, ábránt, Hermész, gondolat, az arany, maga a nap. Aranyat csinálni, annyi, mint Istennél lenni, íme ez a világ egyetlen tudománya. Én a mélyére hatoltam az orvostudománynak is, az asztrológiának is, és azt mondom, semmi az egész, semmi. Az emberi test csupa homály. A csillagok merő sötétség. Átszellemült, uralkodói mozdulattal hanyatott vissza karosszékébe. A túrikom a hallgatagon figyelte. Quatier csúfondáros nevetést erőszakolt magára, észrevétlenül vállat vont és halkan megismételte. Ez az ember bolond. No, és elérte már csodálatos célját, szólalt meg váratlanul a túri jövevény. Sikerült már aranyat készítenie? Ha már sikerült volna, válaszolta a főesperes tagoltan, mint egy töprenkedő lassúsággal, akkor Franciaország királyát Claude-nak hívnák, nem pedig Lajosnak. A koma összeráncolta a szemöldökét. Tehát, mit is beszélek? Tette hozzá Dom Claude megvető mosolyjal. Mit nekem Franciaország trónusa? Hiszen helyreállíthatnám akár az egész keleti császárságot. Csak rajta, felelte a koma. Ó, a szegény bolond, dörmögte Quatier. A főesperes azonban folytatta, és úgy tetszett, mintha már csak saját gondolataira válaszolgatna. De nem, most még csak csúszom, mászom. Arcomról, térdemről a föld alatti útkövei horzsolják le a bőrt. Csupán megpillantottam, nem szemlélem a dolgokat. Nem olvasok, csak betűzgetek. És ha már olvasni tud, kérdezte a koma, akkor aranyat is tud majd csinálni? Ki kételkedhetik ebben? Felelte a főesperes. Nos hát, akkor Szűz Mária tudója, milyen szűkében állok a pénznek. Szeretném, ha én is megtanulhatnék olvasni a kegyelmet könyveiben. De mondja csak, főtisztelendő magiszter uram, nem Szűz Mária akarata vagy tetszése ellenére való a kegyelmet tudománya? Dom Claude higgadt fölénnyel válaszolt a kérdésre, csak ennyit mondott. Vajon kinek vagyok én főesperese? Igaza van, magiszter uram. Hajlandó hát engem is beavatni ebbe a tudományba. Betűzgessünk ezentúl együtt. Claude egy Sámuel főpapi fenségével válaszolt. Sok-sok hosszú esztendő kell ahhoz, hogy valaki erre az utazásra vállalkozhassék a titkok világában,
Több, mint ahány a kegyelmet fajta aggastyánnak még hátra lehet, hiszen a haja is már jócskán deres. Ebből a barlangból mindenki őszfejjel távozik, de mikor belép oda, még fekete a haja. A tudománytól egymagától is beesik, elfonnyad, kiszárad az ember arca. Semmi szükség arra, hogy az öregség hordjon elébe ráncos ábrázatokat. Ha azonban mindenáron arra vágyik, hogy vénember korára inasnak álljon és megfejtse a bölcsek félelmetes ABC-jét, jöjjön el hozzám. Jól van, kísérletet teszek. Nem mondom kegyelmednek, szegény öreg, hogy keresse fel a piramisok halotti kamráit, amelyekről a hajdankori Herodotosz beszél. Babilon téglatornyait, vagy az eklingai hindu templom roppant fehér márvány szentélyét. Jó magam sem láttam a síkra szent képére alkotott káldéai falakat. Nem láttam Salamon lerombolt templomát, és nem láttam Izrael királysírjainak szétzúzott kőkapuit. Megelégszünk majd azzal a néhány töredékkel, amely Hermész könyvéből itt maradt. Megmagyarázom kegyelmednek Szent Kristóf szobrának értelmét, a magvető jelképét és azt, hogy mit példáz a Saint-Chapelle főkapujának két angyala, amelyek egyike kehelybe mártja a kezét, a másik pedig egy felhőbe nyúl. Jacques Coitier-t a főesperes heves visszavágásai kibillentették volt a nyerekből, de most már újra kengyelben érezte a lábát. Az olyan tudós hangján vágott közbe, aki tévedésen érte a másikat. Errász, errász, amice Claudi. A jelkép nem szám, Orfeuszt összetéveszti Hermesszel. Tévedsz, Claudius barátom, tévedsz. Kegyelmed az, aki téved, válaszolta ünnepélyes komolysággal a főesperes. Dédalusz az alap, Orfeusz a fal, Hermész az épület, az egységes egész. Jöjjön, amikor tetszik, folytatta a túrikomához fordulva. Megmutatom majd azokat az apró aranyrögöket, amelyek Nicolas Flamel olvasztó tégelyének fenekén megmaradtak. Kegyelmed össze fogja hasonlítani Guillaume de Paris aranyával. Megtanítom a görög perisztéra, galambszó titkos ható erejére. De mindenek előtt rendre elolvastatom kegyelmeddel ennek az ABC-nek a márványbetűit, ennek a könyvnek a gránit oldalait. Elmegyünk Guillaume püspöké Saint-Jean-le-Rond díszkapuzatához, és onnan a Saint-Chapelle-ba. Felkeressük Nicolas Flamel házát a Marivaux utcában, sírját az apró szentek temetőjében, és végül a Montmorency utcai két szegényházat, amelyet ugyan ő alapított. Elolvastatom kegyelmeddel azokat a rejtelmes értelmű képírás jeleket, amelyek a Vasműves utcai szegényház kapujának négy zömök tartóvasát borítják. Átböngészük együtt a Saint-Côme, a Saint-Geneviève-des-Ardennes, a Saint-Martin és Saint-Jacques-de-la-Boucherie homlokzatát. Ezen kívül pedig úgy tetszett, hogy a túrikoma bármilyen értelmes volt is, a tekintete már hosszabb ideje nem érti, mit beszélt Dom Claude, mégis félbeszakította. Keringettét, mifélék voltak éppen a kegyelmet könyvei? Íme az egyik, válaszolta főesperes. És azzal kitárta a cella ablakát, és ujjával a Notre Dame székesegyházra mutatott, erre a roppant templomra, amely két tornyával, kőbordázatával, kórusának irdatlan kerek tetejével, fekete árnyképként bontakozott ki a csillagos mennybolt hátteréből. Olyan volt, mint valami óriási kétfejű szfinx, amely ott kuporog a város közepén. A főesperes egy ideig némán figyelmesen szemlélte a gigászi épületet, aztán felsóhajtott, és jobb karját az asztalán nyitva heverő nyomtatott könyv, bal karját a Notre Dame felé terjesztette.
A tekintete szomorúan vándorolt a könyvről a templom épületre. Újjaj, szólt, ez megöli Amoszt. Quartier sietve lépett közelebb a könyvhöz, nem állta meg, hogy fel ne kiáltson. Ennyit, no! Mi rémületeset talál ezen? Glossa in epistolas de Pauli, Norimbergé Antonius Coburger, 1474. Hát nem valami újdonság? Pierre Lombardnak, a szentenciák mesterének egyik könyve. Talán ez a baj, hogy nyomtatva van? Jól mondja, felelte Claude. A főesperes szemlátomást mély töprengésbe merülten begörbítette mutató ujját, a nagyhírű Nürnbergi nyomdából kikerült ívrét alakú könyvére támasztva állt az asztal mellett. Aztán megszólalt, és ezeket a titokzatos értelmű szavakat fűzte az előbbiekhez. Újjaj, bizony, a kis dolgok úrrá lesznek a nagyokon. A szeg erősebb, mint a kalapács. A nélusi patkány megöli a krokodílust. A karthal megöli a bálnát. A könyv megöli az épületet. A kolostorban felcsendült az esti harangszó. Jacques doktor a társához fordult, és halkan megismételte örökös mondókáját. Ez az ember bolond. Ez egyszer ezt válaszolta a doktor kísérője. Magam is azt hiszem. Elérkezett az a perc, amelyen túl semmiféle idegen sem tartózkodhatott a kolostorban. A két látogató indulni készült. Magiszter uram, szólt a túrikom, amiközben búcsút vett a főesperestől. Kedvelem a tudósokat és a nagy szellemeket, kegyelmedet pedig különösen nagyra becsülöm. Látogasson el holnap a Tournel palotába, és keresse ott a Saint-Martin de Tour apátját. A főesperes elképedve tért vissza cellájába. Most értette meg végre, miféle személyiség volt ez a túrikoma. Eszébe jutott a Saint-Martin de Tour okmányainak ez a részlete. Abbas Beati Martini, Scilicet Rex Franciae, est canonicus de consuetudine et habet parvam prebendam quam habet sanctus Venantius, et debet sedere in sede tesaurarii. Szent Márton apátját, vagyis Franciaország királyát, a szokásjog értelmében kanonokság, valamint a Szent Venantius kis javadalma illeti meg, és a kincstárnok házában kell székelnie. Sokan állítják, hogy ez időtől fogva gyakran tanácskozott 11. Lajossal, midőn ő felsége Párizsban tartózkodott. Azt is mondják, hogy Dom Claude nagybecsületben állt a királynál, és ezáltal Olivier Ladème és Jacques Coictier dicsősége lassacskán elhomályosult. Az utóbbi a maga szokásos modorában goromban rá is támadt emiatt a királyra.